A környezetvédelem kérdése ma már nem csak marketing fogás a vállalatoknál, hanem konkrét stratégiai cél. A szállítmányozás, a fuvarozás és a logisztika terén is megjelentek az úgynevezett zöld megoldások. A zöld logisztika magában foglal minden olyan anyag- és energiahatékonyságra való törekvést a fuvarozásban résztvevő felektől, amely a környezettudatosságra törekszik. E célkitűzés keretén belül egy tisztán elektromos meghajtású busz érkezett tesztelésre a Révész Holding nyíregyházi telepére. Az összflottánk azért több mint 40 darab számból áll jelen pillanatban, de ugye most is van beadva tenderünk más multinacionális cégeknél, hogy a személyszállítást végezzünk. Rögtön konkrétan ez egy 30 darabos flotta cseréről lenne szó. Én azt gondolom, hogy most kezdődik el ebben a tárgyalás, hogy hogyan tudjuk kivitelezni, meg ehhez kell egy fogadókészségnek lenni a dolgozói személyszállítás részéről és annak a gyárnak, hogy ők is mennyire elkötelezettek benne. Hogyha mi elkötelezettek vagyunk, akkor nekik is, de valószínűleg tartjuk, hogy ők is teljesen nyitottak lesznek rá, hogy ilyen járművekkel álljunk elő, vagy mondjuk egy 2-3 éven múlva. Az MAN-nek Nyíregyházával már több éves kapcsolata van, a városi CNG üzemű buszok is az ő gyártósoraikról származnak. Az új fejlesztésű tisztán elektromos autóbusz 33+1 ülő és 46 állóhelyen rendelkezik, helyi közlekedésre kialakított, mely akár 350 km megtételére is képes egy feltöltéssel. Ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kiépítése. Az infrastruktúra az egy nagyon fontos része ennek a hajtási módnak, talán még fontosabb is, mint maga az eszköz. Az eszköz az már elérhető gyakorlatilag, tehát a legtöbb nagy európai gyártónak a portfóliójában most már megtalálható a tisztán elektromos jármű. Az, hogy viszont ezeket hatékonyan és gazdaságosan tudjuk üzemeltetni, az valóban kell egy nagyon jól átgondolt működő infrastruktúra. Ez azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb kihívás már az üzemeltetők számára, mint maga az autóbusz. Egyébként ettől függetlenül az autóbusz, hogyha megvan az infrastruktúra és üzemképes a rendszer, akkor a mi járművünk azt most már egy közepes városi forgalomban körülbelül ilyen 300 km hatótávolságot tudunk garantálni. Ez csak érdekesség, hogy Németországban a kollégáink végeztek egy tesztet valós körülmények között ezzel az autóbusszal, és sikerült több mint 500 km-t megtenni vele. A gyártó képviselője elmondta, a hatótávolságot növeli a fékezéskor visszanyert energia, a vezető és az utasok élvezhetik a kellemes belső tér, az ergonomikus kialakítású vezetői munkahely, valamint a stabil, csendes közlekedés előnyeit. A tesztelésre kapott városi busz teljesen akadálymentesített. Ennek a konstrukciónak az alapján már gyártás alatt van egy továbbfejlesztett, helyközi közlekedésre alkalmas autóbusz, mely várhatóan az év második felében érkezik meg egy újabb tesztelésre a Révész csoporthoz.